És most következzen a magyar futball utánpótlás válogatottak bezzegje, a Remény csapat, amely vereségei mellett jelentős ellenfeleket ver meg rendszeresen évek óta. Idén eddig 5-ször nyert, legutóbb Felcsúton az új arénában. 5-2-re kiütötte a törököket, az U19-esek a hazai rendezésű EB-re készülnek. Mészői Géza a szövetségi edző irányításával, ő az egyik vendégünk, vele pedig az ominózus 5-ösből 3-at rúgó Bobál Gergő honvédos ifjú tehetség. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Ez az 5-2, ez nem tudom, sokat nem kell rajta magyarázni, meg szépíteni, gyönyörű, szép eredmény. Hát az EB-re nézve, most neked már hátra lehet dőlni, Géza? Nem, hát soha nem lehet, hátra dőlni, majd a végén szeretnénk hátra dőlni, majd július 31-e után. Mindenképpen azért pozitív természetesen, hogy egy olyan török csapatot tudtunk megverni, aki EB elitkört fog játszani májusban, és akár ellenfelünk lehet majd a júliusi Európa-bajnokságon, és amellett, hogy egy ötöst tudtunk rúgni, azért ők is rúghattak volna egy párat, a jó egyéni teljesítmények köszönhetően is, illetve tényleg egy feldobott állapotban volt a csapat, hogy ebben az új Pancsó arénában játszhattunk. Én szerintem a győzelmünknek egy jó részét köszönhetjük ennek, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség is egyre jobban majd kilátogat a mérkőzéseinken, és akkor még megdobja a srácokat. Tényleg, Gergő, te is ott debütáltál ezen a pályán, ebben a stadionban, ezen a gyepen. Mit tudsz róla mondani? Hát óriási, a pályáról. Hát óriási pluszt adott, hogy szép stadion, jó pálya, jó labda, jó ellenfélen tudtunk játszani. Hát és kihasználtunk minden lehetőséget szinte. Egyéb iránt, hogy jellemeznéd magát ezt a mérkőzést? Nagy volt a két csapat közötti különbség, ha ránézünk az eredményjelzőre, mondhatjuk. Jó napot fogtatok ki, minden bejött, jól védekeztetek. Mi az, ami leginkább jellemzi szerinted ezt a mérkőzést? Hát szerintem egyrészt, hogy jól védekeztünk, meg az, hogy bejött minden. Hát minden helyzetet szinte berúgtunk, ők azért, hát nem tudom, hát volt egy-két helyzetük, amit kihagytak, de viszont mezőnyfelőnyben voltunk, meg a helyzeteket mi ki tudtuk használni. Ünnepeltetek, Géza, vagy te ilyenkor azért hűtöd a kedélyeket? Természetesen a mérkőzés után azért megvan a kis csatakiáltásunk, amit mindenképpen azért elhangzott az öltözőben. Én azt hiszem, visszatérve az előző kérdésre, hogy a mentalitásban is nagyon-nagyon jól kezelt a csapat. Tehát az a fajta előrevédekezés és nagyon agresszív labdaszerzések, ez benne voltak a csapatban végig. Hogy voltak még hibák, az azt hiszem, hogy az természetes, de mindenképpen pozitív, hogy igenis kezd egy csapategység kialakulni, és ez a csapat ezt tud nyerni. És én nagyon bízom benne, hogy az a fajta tét, ami majd az Európa-bajnokságon lesz, az sem fogja lebéníteni a csapatunkat. Na most, Gergő, 3 gólt szereztél, egyet közelről, egyet fejjel, egyet pedig ugye 16-osan kívülről. Hát ez a legjobb, nem? Vagy van kedvenc műfajod? Hát igazából tök mindegy, csak az, hogy menjen be. Gól bent legyen, igen. Így van. Hát nagyon szeretem, hát ilyen távoli lövéseket mindig szép gólt lőni. A harmadik az okos, igen, volt, igen. Ahogy lekészített. Neked melyik volt a 3-ból a kedvenc? Hát a harmadik. A harmadik? Igen. Na most egyébként a góljai többségét, mindent egybevéve, nem csak a válogatott, hanem a honvéd, meg régóta is, az mit nevezhetünk a specialitásodnak? Van ilyen egyáltalán? Hát nem, én szeretek minden téren így betalálni, hogy feljel lábbal, jobbal, ballal, és hát lényeg, hogy gól legyen, most így tök mindegy. Igazából. Büszkén mondhatja, hogy a 64 mérkőzést játszott már ez a csapat, és 27 gólt szerzett a válogatottban, úgyhogy ezért ez egy szép szám. Hát az lényegében azt jelenti, hogy minden második szinte a statisztika szerint. Ez bármilyen bajnokságban. Főleg úgy, hogy egy komoly sérülésből tért vissza. Ugye egy bokatörés volt, ami szépen fokozatosan, és ez a klubjának köszönhetően egy szépen föl lett építve. Mi is vigyáztunk rá, hogy nehogy úgy gondolja, hogy akkor most már készen áll, akkor egyből ő itt a nagy kezdőjátékos. És szerintem ez is segítette abban, hogy jó teljesítménnyel jött vissza. Hogy bírta egyébként a lábad, Gergő? Azt mondhatod, hogy, hát hogy az EB-re nyáron nagyon rendben lesz számomra. Már 100%-os így is a lábam. A február végén elkezdtem így a csapattal edzegetni, és csak március közepén edzettem először bajnokit. És azóta formában rendültem. Most már azt mondod, hogy teljes 100%-os vagy. Ez a török csapat, ez mennyire tudta számotokra modellezni, hogy mi következik az Európa-bajnokságon? Gondolok arra, hogy hát vannak különféle stílusok, hányféle stílus ellen kell felkészülnetek, és ez melyik volt, ez mennyire lesz jellemző majd az ellenfelekre? Igen, éppen ezzel örülünk, hogy
minden ellenféllel tudunk játszani, és képben leszünk teljesen. Ugye ezt megelőzőleg egy ciprusi csapattal játszottunk, ami nagyon megszállta a saját térfelét, ráadásul a második mérkőzésen még vezetni is tudtak, és nagyon nehéz volt föltörni, de fel kell készülni, hogy esetleg lesz ilyen ellenfel is. De a törököknél ő egy játszós csapat, és ő mindenképpen jól futballoznak. Ez mutatta azért a két góljukat is, illetve az, hogy a korábbi mérkőzéseken is ők mindenképpen támadó futballt szerettek volna játszani. Igaz, így azért lehetőség nyíltan, hogy nagy területek voltak már különösen a második félidőben, és ezért sikerült talán egy ötöst is rúgnunk. Hát a folytatás ugye következik még három felkészülési találkozó. Igen, most május 14-én játszunk Balmazújvárosban az ukránok ellen. Utána azt követő szerdán 21-én Szerbiába látogatunk, és a szerbek ellen mérkőzünk. Ez mind a két ellenféle szintén EB elitkört játszik, tehát ő is itt, akár itt lehet az Európa-bajnokságon. És május 27-én a Szusza Ferenc stadionban játszunk az angol U23 ellen. Na, de arról meccsről mindjárt majd külön beszélünk. Egy biztos, hogy a három mérkőzés, Gergő, akkor a statisztikák szerint hát neked másfél gólt kell lőni. Legalább. Hát reméljük. Mondjuk a legjobbokat, lényeg az, hogy jól játszom a csapat, felkészülünk az Európa-bajnokságra, és hogy próbáljuk megnyerni a meccset. A háromból egyébként melyiket várod a leginkább, melyik lesz szakmailag a legérdekesebb? Nem tudom, az angol 23. Hát játszottunk októberben vagy novemberben egy meccset, U19-es válogatott ellen. Hát elég csúnya vereségbe beleszaladtunk, most próbálunk kozmetikázni. Hát igen, de ráadásul ugye U23 ellen ez most azt jelenti, hogy azt is csináljátok, hogy teher alatt nő a pálma, tehát hogy nem túl nagy falat ez? Igen, azért gondoltuk a szakmai stáb, bár már hallottam, hogy az MLS elnöksége is foglalkozott a mérkőzésünkkel, hogy nem lesz ez baj, nem lesz félő. Én örülök, hogy a Geri is így érzi, hogy ott szeretnénk javítani. Már az is igaz, hogy egy nagyon kemény feladat lesz, mert azért egy 4 évvel idősebb korosztály ellen, de mivel azért nagy többségük már ők is felnőtt bajnokságban játszanak, ezt igazából bírni kell. És az, ami az angoloknál ott az nagyon kézzel fogható volt, az a fajta agresszív játék, az nagyon jó lenne ismét még az EB előtt még mérkőzni egy olyan csapat ellen, hogy valószínűleg az angol 23-as válogatott is ezt a fajta stílust képviseli majd. Ha esetleg vereség is lenne a dologból, de mindenképpen tudunk belőle profitálni, akkor már megérte ezt a mérkőzést lekötni. Ugye itt azt hiszem az elnökség tagjai a sérüléstől félnek, de én abban bízom, hogy ez a fajta keménység, és aki keményen oda teszi magát, az nem fog megsérülni, úgyhogy én bízom benne, hogy egy hasznos, értékes mérkőzéshez zárjuk majd a tavaszi felkészülést. Ez finoman ki kell cselezni az angolokat, hogy ne érjenek oda ennyi az egész. Gergő, egyébként te ugye rendre idősebbek között játszol. Itt a 2-3 évkor különbség az sokat számít, amikor így találkoznak korosztályos csapatok, válogatottak egymással? Hát persze, sokat számít. Még 19-18 évesek vagyunk, még van hova fejlődni, de viszont a felnőtt bajnokságból tapasztalat az nagyon sokat számít, hogy itt tudjuk kamatoztatni ezek ellen a csapatok ellen. Hát akkor neked a Honvéd jó iskola. Így van. A tesóval együtt, nem? Így van. Na most ugye az Európa-bajnokság. Az arra akkor nem lehet panasz, hogy nem fogjátok ismerni a jövendő ellenfeleket. Igen, azt hiszem, hogy szinte mindenki. És ráadásul meg is tudjuk majd figyelni majd őket most a május végén kezdődő EB elitkörön, ami 7 csoportban. Minden csoport 4 csapat versenyez, és csak a csoport elsők juthatnak be majd az EB döntőre. Ha sikerülnek a tervek, gondolom szoktatok róla beszélgetni, akkor mi volna itt számotokra? Gézának is vannak meghatározott merész céljai, de te mit gondolsz, Gergő? Te legalább az elődöntőbe kerülni. Az merész, az vagány. Az azt jelenti, hogy legalább 4 közé jutni. Igen. Aláírod. Igen, természetesen. Ha ez összejönne, jó sikerülne itthon, akkor nagyjából ugyanez a társaság, ugyanezek a játékosok mennének tovább Új-Zélandra? Én nagyon bízom benne, hogy igen, illetve az a fajta szakmai stáb is együtt maradni. Ezzel kell éppen vizsgázni a csapatnak, a szakmai stábbal együtt, és egy nagyon komoly orvosi, pszichológiai háttér is van most a csapat mögött, tehát egy nagyon-nagyon komoly, komplex társaság készíti fel a csapatot az Európa-bajnokságra. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg egy sikeres Európa-bajnokság lesz, és akkor a 2015-ös május végi, júniusi világbajnokságra Új-Zélandon ez ugyanúgy együtt mehet ez a társaság. Hát igen, ez nagyon jó lenne. Ha jól láttam, akkor ti megnézitek a BL döntőt is. Nem, sajnos az egy másik program, az a foci barátságért program, és ott a gyerekek mennek ki, úgyhogy én vagyok annak a magyarországi nagykövete, és én innen Magyarországról
kívántam nekik nagyon nagy élményeket, és ott meg tudnak mérkőzni 16 ország csapataival, ez a Vasas Kubal Akadémia, igen. 14 évesei tudnak kimenni, és engem kértek fel, tavaly Buzánszky Jenő bácsi volt, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehettem, most én vehettem át az ő szerepét, de igazából ez egy magyarországi fővédnökség a részemben. De én arra vagyok kíváncsi, hogy miután nézitek persze a BL döntőt, hogy szerintetek kik vívják majd? Hát én azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes mérkőzés vár még itt a visszavágók tekintetében. Mind a két csapatot nagyon kedvelem, mind a Real Madridot, mind a Bayernt, de talán a Bayernt érzem egy picit, talán szívem szerint. Másik ágon. Amit a Guardiola itt bemutatott itt a Bayernnal, az tényleg az edzői felkészültség csúcsa, úgyhogy én nagyon szurkolok, hogy a Bayern ott legyen a döntőbe. Gergő, szerinted ki lesz az ellenfél? Majd reálosok egy páron. Az nagyon helyes, de hogy ki lesz az ellenfél? Vagy a Bayern Münchennek? Nem, hogy a másik ágon, a Chelsea Atletico. Hát szerintem a Chelsea. A Mourinho szerintem kitalál valamit egy meccsen. Hát most láttuk hétvégén a Hull ellen, és akkor te azt mondod, hogy a Chelsea Real. Chelsea Real, igen. Bayern Chelsea? Kiegyezhetünk. Vagy Bayern Atletico? Nem, Bayern Chelsea. Aha, jó, hát akkor ezt megnézzük, hogy mesternek vagy a tanítványnak sikerül jobban a tippelés. Uraim, sok sikert az előkészülti mérkőzéseken, aztán majd még az EB előtt beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.